Szeptembertől bevezetik a magyar iskolákban a mindennapos testnevelést. A heti 5 órából három lesz délelőtt a tanrendben először, kettő délután, azokat akár edzésekkel is ki lehet majd váltani. A kormányzat szerint a tornaóra számemeléskedés nem teljesítményfüggő, nem létesítményfüggő, inkább szervezés-együttműködés kérdése részletek. Sporttudományos háttér most Dubesz József TF docenssel, tanárúrral, vízi és kézilabdaedzővel. Egyébként néztük vele előtte a ma reggeli vendégeink jelentős része is tanítványa volt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Tanár, mekkora előrelépés hozhat a mindennapos testnevelés a diákok fizikai állapotában, és milyen gyors lesz az eredmény főképpen? Hát nagyon nagy előrelépést okozhat, de nem hiszem abban, hogy gyors lesz. Több oka van ennek, az egyik oka az, hogy ugye minden attól függ, hogy hogyan szervezik meg, hogyan működik a rendszer. Most itt egy nagy probléma van, hogy ugye minden ilyen nagy változás az rendszerként kéne felfogni. Na most a rendszernek az elemei, a helyén vannak, akkor sikeres lesz. Ha a rendszernek az elemei nincsenek, a helyén nem lesz sikeres. Na most szakértelem ehhez is kell. Magyarán arra gondol, ami elhangzott nemrégiben egy konferencián is, ahol ön is előadó volt, meg mindenféle sportpolitikai vezető, hogy hát a gyenge pont talán, ami nehéz lesz, jó szakemberekre lesz szükség. Sok jó tanára. Igen, hát ez egy gyenge pont, de nem annyira gyenge pont, mint a rendszernek a többi eleme. Tudni, itt ezen a konferencián a Magyar Önkormányzatok Szövetségének volt a konferenciája, látunk olyan modelleket, amik nagyon jól működnek, például a szónoki modell az kiváló. Hát nagyon a nagy Már évekkel ezelőtt Évek óta csinálják, nagyon jól, kiváló, megszerezik, a rendszer működik. Na most az nem fog menni, ha nem szakértő emberek fognak a gyerekekkel foglalkozni. A rendszer, ha most föláll, akkor lehetőség van egy edzettséget kialakítani. Az idő nem elég arra, hogy nem szakember eredményt érjen el. Az idő sok arra, hogy jó szakember nagy eredményeket érjen el. No, akkor hol lesznek itt igazából a gyenge pontok, mire kell nagyon odafigyelni? Tehát arról beszél, hogy mondjuk vegyünk egy várost, ez most nem Igen. szólnak a jót, az a lényeg, hogy, hogy ne kontárkodják el, igaz? Igen. Tehát arra gondol, hogy mivel ez ugye automatikusan nem úgy fog működni a létesítmény hiányok miatt, hogy minden iskola ezentúl bezavarja a saját szuper torna termébe a gyerekeket, hanem egy komoly egyeztetésre, egyezkedésre lesz szükség egyes körzetekben, kerületekben, városokban, Sportegyesületekkel együtt. Tehát, hogy hogy osztják be a, a diákokat, és hogy tud mindenki majd sportolni. Na most ebben el lehet valóban csúszni, hogy csak ilyen kipipáló jelleggel kontárkodnak ebbe az ügybe. Nagyon el lehet csúszni, és az probléma főleg az, hogyha nem fognak össze a területen levő szakemberek. És a szakemberek támogatása akkor is kell, ha nem tudják helyileg megoldani a szakképzett oktatót, mondjuk testnevelő tanárt, mert egy Szakértő gárda, hogyha tanácsokat az sokat segíthet, és ami a legfontosabb eleme szerintem ennek, amiről nem volt idáig nagyon szó, hogy ellenőrzés nélkül ez nem megy. Tehát bizonyos ellenőrzést a önkormányzatoknak, a különböző rendszereknek föl kell állítani, Tudnék, akkor ugyanúgy járunk, mint 21-ben, amikor végül is a mindennapos testnevelés egy kicsit útba fogott, végrehajtás utasítása nem volt a kréber tervnek, és a 80-as évek közepén, amikor Csongrádi kísérlet címén volt már egy mindennapos testnevelés, ami kudarcba fulladt azon, hogy gyakorlatilag a szakértelem hiány miatt ugye elhalt az egész kísérlet. Na várjon, ez mit jelent ez, hogyha nincsen megfelelő kontroll, akkor ez oda vezet, hogy azt gondoljuk, hogy minden napi testnevelés van, és közben, és hogyha ellenőriznék, akkor ott nem történik semmi. Igen, nem történik meg. Tehát, hogy fagylaltoznak, meg mit tudom, Mind mindenki széjjel folyik, igaz? Előfordulhat az, hogy az óraszámot adja a háttér, ugye adja a, a, a oktatáspolitika, de nem élnek azzal az óraszámmal, ami ténylegesen van, csak kipipálják. Na most ezt kéne nagyon erőteljesen megakadályozni az óraszám és a testnevelés az kötelező lesz, csak persze itt van nyilvánvalóan a, a, önnek az a félelme, hogy persze láttunk már -e ezer dolgot, ami kötelező, ami alól így vagy úgy vagy amúgy ki lehet bújni, vagy úgy csinálunk, mintha megcsináltuk, vagy lelazsáljuk, vagy mondva, hogyha torna vagy edzés szakkifejezést akarok használni. Így van. A németek annak idején, még a ndk ö, ugye vizsgálatokat végeztek, kiderült, hogy hetente legalább kétszer 20 percben kéne egyfajta képességet módszeresen edzeni, hogy változás alakuljon ki, tehát egy edzettség alakuljon ki. Na most, hogyha csak feltételt teremtünk, de egy edzés folyamatot nem indítunk be, akkor változás nem lesz. Ennek ez a lényege. No, ez azt jelenti, hogy nagyon komoly tantervre is szükség volna, igaz? Hát igen, kéne ennek a óra keretnek is egy tantervi lefedettség. Tehát ne az legyen, hogy hajrá, hurrá, menjetek, minden nap mozogjatok, hanem egy tudatos, és nyilvánvalóan generációnként, meg korcsoportonként másfajta órákat tartalmazó edzést igaz? Igen. Hol tartanak az. Jól tart ennek az előkészítése. Hát, tudom, a, a legújabb kerett tantervet most már gyakorlatilag nem sokára legitimizálják. Most ezeknél is vannak problémák, ugye, mert túl sok olyan terület folyik be, ezekben a tantervkészítésekben, ami nem a szakterületnek a szakértője. Na most... Tehát a magyar tanár megmondja, hogy... Mit hát nem csak legyen, magyar tanár, pszichológus, szociológustól kezdve, a idézőjeben nem befutott orvosig, aki ténylegesen nem gyakorolja a szakmáját, de elméleti munkákat végez, mind-mind belebeszél egy olyan területbe, amihez nagyon komoly szakértelem több ezer éves háttere van egy ilyen, ilyen fejlesztésnek. Na most ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a rendszer az elbizonytalanodott jelen pillanatban. A testnevelők, az iskola, sor mindig jönnek olyan oldalági erős nyomások, aminek nem nagyon tud ellenállni, és gyakorlatilag a munkájukat nem tudják jól végezni. Mondjon példát, mi, mi ez az általános elbizonytalanodás? Mit mond a tesi tanár? Hát az általános elbizonyítás legfőbb példája volt, ugye, hogy a, a, testnevelés óra a szórakozás legyen az elmúlt években. Na most szórakozásból fejlődés nincs. Szórakozásból egy bizonyos szintet lehet tartani, a gyerekek jól érzik magukat, esetleg egy kicsit regenerálódnak, na de hát nem az a cél, hogy csak regenerálódjanak, hanem itt egy testkulturális műveltség tartom átadásáról van szó, ugyanúgy, mint a magyar órán vagy a matematika órán, ahol egy magasabb szintekén kéne eljutni a gyerekeknek ahhoz képest, hogy bejöttek az iskolába. Na most nekem nem az a célem, mint testnevelőnek, hogy idézője gyerek felügyelőként, az órákat balesetmentesen mentesen levezessen. Tehát magának nem az a dolga testnevelőként, hogy meghosszabbítsa a szünetet? Úgy van. Nem ez a dolga. Az mennyi én mennyi dolgom az, hogy szöve. a gyerek testkulturálisan fejlődjön. Mind elméleti, mind fizikai paramétereiben. Vannak olyan hírek, hogy jövőre elkészül egy országos felmérés a magyar diákok fizikai jegyzettségi állapotáról. Erre szükség volna? Meg persze ez is bonyolult dolog, hogy ki meg milyen, meg amit az előbb mondott, hogy ki fogja ezt meghatározni, ki szól bele, igaz? Látom, egy kicsit kétkedik. Én kétkedem egy kicsit azért, mert a felméréseknek a zöme az gyakorlatilag nem egy alapú. A gyerekeknek a produkcióját lehet kozmetikázni. Egy jó testnevő, aki odafigyel a saját munkájára és önérzetes, az csinál magának saját felmérési teszteket is. Átlagos szinten összehasonlítható tesztek vannak, de egy fekvőtámaszt például lehet szabályosan csinálni, úgyhogy a gyereknek a melkasa mondjuk 5 centire van a földtől, és lehet fekvőtáncot csinálni úgy, hogy 25 centire van a földtől. Tehát itt a számok nem jelentenek túl sokat, ha nem ténylegesen egyértelműen egyfajta módszerrel csinálják a vizsgálatokat. Magyarul a módszerek azok eltorzítják a tényleges valóságot. Ha most magát megbízák azzal, hogy a mindennapos testnevelés bevezetéséhez fiúknak külön, lányoknak külön, és egyáltalán a megfelelő korcsoportoknak külön valamifajta kerettervet tanrendet, tantervet készítsen, akkor mennyi idő egy ilyet megcsinálni? Egy ilyen tapasztalatot. Még egy egyszerű fel. dolgot. Véletlenül a 80-as évek az Országos Pedagógiai Intézetben voltam országos szakfelügyelő. A 78-as tanterv, ami szerintem a mai napig a legsikeresebb tanterv, az 25 ezer véleménynek az alapján készült el. 25 ezer sportszakmai embernek a véleménye, testnevelők, edzők véleménye alapján. A, volt egy célkövetelmi rendszer vizsgálat, ami próbálta az eredményességét a tantervnek elemezni. E, megszületett, Eltűnt az egész elemzésnek a, a, a dokumentációja. Hozzáteszem, hogy iskolafokonként, iskola minőségenként 40-40 osztálya, iszonyú nagy mennyiségű elemszámmal végezték a kutatást, és nincs eredménye. Na most itt vannak a nagy problémák, hogy gyakorlatilag a megszerzett tudást sem használjuk. Ezeknek a gyerekeknek, akik most a mindnapos is bejönnek, életkori fogékonysága, mikor mit kéne tanítani nekik, milyen mennyiségeket kéne terhelni, hát ez egy komoly tudást igényel. Ez nem úgy megy, hogy csak adunk nekik egy labdát, és játszatok gyerekek, és érezétek jól magatokat. De amint mondtam, van példa, amiből lehetne meríteni például a szolnok, jó lesz normálisan Igen? megcsinálták, úgyhogy, úgyhogy hát azért a reménykedésen túl gondolom küzdeni is fog érte. Én a részéről a sport jellegű testnevelésnek vagyok a híve, mondjuk a sport meg a játszadozás az két különböző fogalom. Nem kell mindenkinek sportolóvá válni, vagy élsportolóvá válni, de a sportnak a szellemivel kell találkozni, hát abban az országban, ahol a versenyt kiírtják, ahol a rivalizációt meg akarják folytani, ott fejlődés nincs. Akármit talál ki a politika, a testnevelés és a sportnak a eszköziségét semmi nem tudja ma vagy pótolni. Tudni, az élet maga állandóan burokba rakja most a gyerekeket, egyszer nem találkoznak a kihívással, nem találkoznak a felelősséggel, az akarattal, nem találkoznak azzal, hogy céltudatosan valamiért küzdeni kell. Na most ezek transzfáradó tulajdonságok. Ha megtanulja a gyerekkorával a sporton keresztül, akkor az életében is ezt fogja tovább vinni, és akkor versenyképesek leszünk a világgal. Egyébként nem nagyon leszünk versenyképesek a világa, és ezt nem nagyon értik meg a, a liberálisabb ö, gondolkodók, hogy verseny nélkül felkészülni az élet kihívásaira nagyon nehéz. És ez persze más, más tantárgyakban is más. Minden tantárgyban így, így van. Köszönöm szépen a gondolatait, innen folytatjuk, mert szerintem ebben még maradt annyi, hogy visszatérjünk majd rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. a meghívást.